Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és gyorsan a videó elejére be is raknám akkor a fail számlálót, a facepalm számlálót, és az elvesztem a pályán számlálót, és akkor legyen egy sikerélmény számláló is, minden benne van ebben a videóban. Egy kicsit visszavonatkoztatva arra a videóra, ahol levéhársaztak, és az arra a témára, amit ott kitárgyaltam és kibeszéltem, ez is hozzájárul egy gamer életének, egy gamer valóságának azért, és egy YouTube videósnak a valóságá is, hogy születnek ilyen játékok, és ugyanez ebből a szempontból egy tényleg különleges játék, és úgy minden megvan benne, ami, hogy úgy mondjam, azért sokan videósok próbálják eltitkolni magukról, de tudjátok, hogy azért szeretek olyasmit feltölteni, amiről beszélek, és mindig igyekszem úgy csinálni a videókat, úgyhogy ez is benne van a buliba, úgyhogy ez a játék azért mindent úgy tud tartalmazni, és alapvetően őszintén szóval szerintem sokszor sokkal szórakoztatóbb tud lenni egy ilyen játék, mint az, hogy ha leölnék, 20-at halnék egyszer. Nagyon sok olyan játékot nem láthattok, mert nem töltöm fel őket amúgy, mert nincs értelme és nincs rá mondani való, mert megtörtént, azért történt meg, mert úgy kellett megtörténnie és kész, és már fölösleges őszintén szólva videókat tartani a próságról, hogy mennyire pró vagyok, vagy ki mennyire pró, és mindenki más mennyire nem az, mert idővel ugye, ahogy fejlődöm, mint gamer, és tapasztaltabb leszek, rájöttem azért egy bölcsességre, tehát nincs olyan, hogy pró, igazából olyan van, hogy tanulod, és gyakorolsz, és akkor menni fog a dolog, és azért nem ma kezdtem a játékot, ugye nem egyszer versenyeztem, ez a fél szám, ez itt a fél, az epic félek szerintem. Én és a csipa azért két külön fogalom, a következő fél ugye, hogy már rég lehívott mindenkit itt, csak én nem. Nos, és ugye nincs olyan, visszatérve a témára, nincs már olyan, hogy pro. Ja, még bocsánat, hogy a szavamba vágok. Ugye úgy indult a játék, azért szerettem volna elsőnek titánt összehozni, de fail again, azért nem sikerült. Na mindegy. És ugye nincs már olyan, hogy pro, olyan van, hogy gyakorlunk, olyan van, hogy megtanuljuk, olyan van, hogy csináljuk, olyan van, hogy játszunk, olyan van, hogy energiát fektetünk bele, és akkor lesz az, hogy mások és saját magunk szemünkben is elismerhetjük azt, hogy tudunk játszani, hogy megvan a tapasztalatunk, hogy benne vagyunk a játékban, és még azon kívül, hogy ez mind összesen megvan, azon kívül pedig a megmérettetés, ami egy játékban van, azon is túl kell lenni mindenen, és a legnehezebb megmérettetéseken azon, azért, hogy elmondhass, hogy igen, már megéltem ezt a játékot, benne vagyok rendesen, tudom, hogy mit csinálok ebben a játékban, és akkor mondhatom azt, hogy a játékos tapasztalt, és jó játszik, és tudja, hogy mit akar, de ugye visszatérve arra a VHS videóra, azért a próságnak megvannak a hátrányai, és mint ez azért epic kill volt. Ezt be kell valljátok, és írjátok le, hogy az volt, mert tudom, hogy az volt. Nos, és hol tartottam? Ja igen, és ugye, hogy tapasztalt játékosok leszünk, és akkor már, hogy ismerjük a játékot, tudjuk a játékot, és akármi történik a pályán, egy higgadsággal tudjuk fogadni, és tudjuk az okát, hogy miért volt. Hogyha követtek ti bárki is live-on élő kod varokat, vagy meccseket, vagy bármilyen élő live eseményt, ami FPS shooterekhez kötődik, akkor nagyon jól tudjátok, hogy azok, akiket mi pro gamereknek tartunk, nagyon jól tudjuk, hogy hogy néz ki a valóságban egy var. És természetesen ebből a szempontból, mint olyan a var és a profi játékosok, akik a versenyszérában vannak, másképp is működnek, másképp értelmezik a játékot, ismerik a pályákat, spawnrendszert, játékos gondolkodás bizonyos szempontból miért, mert egész nap ülnek, játszanak, gyakorolnak, tanulnak, mert ez is benne van a game, a játékban, mint olyanban, de viszont, ha egy varnak megnézitek egy live közvetítésén valóságát, akkor láthatjátok, hogy pontosan ugyanannyira átlagos játék, mint amiket például én is sokszor felszoktam tölteni, és ami alá egy bizonyos témát kitárgyalok. Azért a lag volt a következő epic fail, tehát facepalm. Nos,
Ennyi lett volna, azt hiszem nagyjából így mondtam a véleményemet ezzel kapcsolatban, szóval a lényeg az volt itt is ennél a videónál, hogy azért szeretném megmutatni, hogy a valóság az nem olyan mindig, amiket látunk mi feltöltve YouTube-on, olyan YouTube-osoktól, akik magukat prónak tartják, és valójában azért tudjuk, hogy működik ez, mindannyian tudjuk, főleg azok tudják, akik néznek live eseményeket, főleg azok tudják, akik játszanak sportszerűen, versenyszerűen ilyen shooterekkel, azok mi tudjuk, hogy ez azért sokszor olyanban ér véget egy-két kör, egy-két menet, hogy facepalm és fail, és elvesztem, hol tart a játék, továbbá azért megvannak a sikerélmények, azok a sikerélményekről beszélek, nem a szerencséről, mert például az előző kívül egy szerencse volt, és azok a sikerélmények, és onnantól számít, vagy mondjuk, vagy hisszük azt, hogy a játékos, pro játékos, amikor megvan egy bizonyos körben az, amitől ő különlegesnek számít a játékban. Szóval, amitől megcsinálja azt az egy trükköt, amire várt egy órát, hogy meg tudja tenni, és megteszi, és ettől az a játékos különleges lesz, és egy egyedi névjeggyel fog rendelkezni. Hál' Istennek volt egy ilyen időszakom, ezen is túlestem, hogy úgy mondjam, és nagyon jól eső érzés volt, amikor például a Konébe felmentem egy szerverre is, és amint felmentem, már előre köszöntek a játékosok, és tudták, hogy ki vagyok, tudták, hogy hogy játszom, és a másik, ami egyszerűen az egyik legfantasztikusabb volt ebbe, és ezzel buzdítalak arra, hogy igen, hogy ismerd meg a játékot, és játsz is, légy jobb, mint ami vagy. A másik, ami nagyszerű volt benne, azt tudom, hogyha például felmentem annól a szerverünkre, és voltak fönt, mondjuk egy páran, vagy egy olyan játékos kategória, akit mondjuk nem ismertem, újak voltak a szerverükön, valami ilyesmi. És felmentünk, mi, a haverok, azok a játékosok, többek közt Maverick kolléga is, ugye, aki szerintem egy nagyon jó játékos. Felmentünk és elkezdtünk játszani, és azt vettük észre, hogy a saját kaliberű játékosok, az úgynevezett pro játékosok rögtön elkezdtek feljönni. Támogatva ezzel minket, hogy mi vagyunk azok az emberek, akikkel ők játszani akarnak és tudnak, mert tudunk játszani. És nagyon jó leső érzés volt, hogy egy ilyen réteget be tudtunk vonzani a szerverünkre. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!